Sziasztok! Van köztetek olyan, aki saját lakásban vagy saját kertjében nem tud, esetleg nem szeretne komposztálni? A mai videóban megmutatom, hogy milyen lehetőségek vannak számukra. Megmutatom, hogy hogyan tudják a növényi hulladékaikat a megfelelő helyre tenni. A Zero Waste életmódnak 5 alapszabálya van. Az első a visszautasítás, a második a csökkentés. A harmadik az újrahasználat, a negyedik az újrahasznosítás, vagy szelektív hulladékgyűjtés. És az ötödik, az egyik legfontosabb szerintem, az maga a komposztálás. Ezen szabályok betartásával a háztartási hulladékainknak a mennyiségét jelentősen csökkenteni tudjuk. A komposztálódás egy olyan biológiai folyamat, amely a szerves hulladékok melléktermékeik anyagait jelentős részben humuszszerű anyaggá alakítja át. Tehát a háztartásunkban keletkező mindenféle növényi hulladék hasznos anyaggá alakulhat. Ilyen hulladék minden háztartásban keletkezik, amit a komposztálás segítségével tudunk visszaadni a természet körforgásába. A keletkező humusz ugyanis komoly tápértékkel bír, természetes növényi trágyaként használható, akár a kert nélküli lakásokon belül a szobanövények táplálásában is. Komposztálni azonban nem mindenki tud, vagy nem mindenki szeretne, sem a saját lakásában, sem a saját kertjében. Szerencsére az ilyen esetekre is van most már megoldás, és több lehetőség közül is választhatnak ezek a családok. Ezekkel a módszerekkel még ők is képesek lesznek arra, hogy a háztartási hulladékuk legalább 30%-ával csökkenjen, és a növényi zöld hulladék, konyhai hulladék ezáltal megfelelő helyre kerülhessen. Ahogy említettem, 3 lehetőséget fogok mutatni, azaz 3 helyszínre fogok ellátogatni, és meg fogom mutatni nektek, hogy aki nem tud, vagy nem szeretne komposztálni otthon, az milyen módszerekkel tudja megoldani a konyhai zöld hulladék megfelelő elhelyezését. Az egyik ilyen lehetőség, hogyha keresünk egy szomszédot, egy barátot, egy családtagot, rokont, egy ismerőst, akinek van kertje és van kerti komposztálója, és meg tudjuk vele beszélni, hogy időről időre a mi nálunk, az általunk felhalmozódott, nálunk keletkező konyhai és zöld hulladékokat is befogadja, és ott tud komposztá alakulni. Most az egyik barátnőmhöz, Gabihoz fogok ellátogatni, és megmutatom, hogy náluk ez hogy működik. Szia Gabi, örülök, hogy itt lehetek. Azért jöttem el hozzád, mert úgy tudom, hogy olyan komposztálód van a kertedben, ahova szívesen befogadsz külső környékbelül lakóktól, barátoktól, ismerősöktől is komposztot, illetve komposzt alapanyagot. Igaz ez? Hogy látod ezt az egészet? Működik ez a dolog? Tényleg hozhat ide bárki bármit? Igen, van 3 egyköbméteres komposztálónk a kert végében, és mi a saját faleveleinket, ágmaradékainkat és a kerti zöldségeinket itt gyűjtjük, és nagyon szeretném, hogyha olyan családok, akik nem tehetik meg, hogy saját komposztálójuk legyen, idehoznák a szerves hulladékaikat. Múltkor együtt voltunk egy rendezvényen, és ott találkoztál egy anyukával, aki lakótelepen lakik, és nagyon megörült annak a lehetőség, hogy nálad ilyen van, hogy ide behozhatja a konyhai lebomló konyhai zöld hulladékát. Lett belőle ebből a kapcsolatból valami? Hozott azóta hozzád bármilyen mennyiséget is? Egyelőre nem találkoztunk, de vannak más ismerőseim, akik felakasztják a kapura, a kerti, a komposzt hulladékukat, és én behozom a saját komposztálomba. Mi lesz ennek a komposzt hulladéknak a sorsa, illetve az elkészült komposztnak mi lesz a sorsa? Hát vannak magas ágyásaink, és azokat minden tavasszal feltöltjük az érett komposzttal, és a saját kis palántáinkat is a mi komposzt készült földünkkel készítjük el. Hogyha én hozok neked komposztot, akkor komposzt alapanyagot, akkor kérhetek cserébe komposztot is? Kérhetsz cserébe komposztot. Bár nem tudom, hogy az a mennyiség, ami bekerül alapanyag, az mennyire csökken le, hogy végén komposzt legyen, érett komposzt legyen, de amennyire a saját kertemet nézem, mondjuk szerintem legalább az ötödére csökken a térfogata.
a komposztnak. Én azt gondolom, hogy bőven van alapanyagunk, mert nagyon sok levél kerül a komposztba, nagyon sok zöld hulladék kerül a komposztba. Nagyon szívesen adok. Ha segítesz rostálni, akkor igen, még nagyobb szeretettel. Sőt, még készíthetünk együtt palántákat is, és akkor abból is adok szívesen. Szuper! A másik lehetőség azok számára, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének saját komposztálót működtetni, viszont környezettudatos gondolkodásuk miatt mindenképpen szeretnék megfelelő helyen elhelyezni a zöld hulladékaikat, azoknak javaslom, hogy például nézzenek szét közösségi komposztálótéren. Az országban egyre több közösségi komposztáló működik, ahol én lakom Gödöllőn, itt is van egy, méghozzá a Diverzitás Alapítvány jóvoltából. Ez a komposztáló most pont ősszel egy éve, hogy működik, és meg is látogatom őket, megmutatom, hogy milyen ez az egész hely, és mégis hogy kell elképzelni egy közösségi komposztálót. Szia Peti, örülök, hogy itt lehetek a Diverzitás Alapítványnál. Bemutatkoznál egy picit, mi ez a hely? Ez egy nagyon fantasztikus hely egyébként, tele növényekkel, virágokkal, nagyon klassz kis hely. Mi ez az egész? Szia, örülök, hogy eljöttél. Ez egy szociális kert, ami mellette még zöldség, ökológiai zöldségtermesztéssel foglalkozunk. Mitől más ez, mint mondjuk bármilyen kertészet? Annyiban különbözik, hogy mi itt a helyi lakosok felé is elég nyitottak vagyunk, tehát nagyon sokféle workshopot, környezettudatos workshopot szervezünk viszonylag elérhető áron. A másik az, hogy vannak olyan munkatársaim, akik csökkentett munkaképességűek, és akkor igazából velük dolgozom együtt. Tehát magyarul ez egy érzékenyítő helyszín gyakorlatilag a lakosoknak akár. Igen, hát ez egy találkozási pont is, mondhatni így. Minden, amit komposztálni lehet, azt hozhatják. Kivéve, amit szoktunk kérni, a fenyő és tűféléket. A fenyőféléket ne hozzák, mert azokkal igazából nem tudunk mit kezdeni, mert hogy a zöldségtermesztésben az nem tudjuk felhasználni. És egyébként akár a konyhában mondjuk a főtt krumplinak a héját is behozhatom? Vagy maradék ételt? Ez egy jó kérdés. Általában azt mondjuk, hogy nem, de kerül bele a komposztálóba. Egyébként jobb, hogyha nem hozzák, mert akkor ugye a patkányoknak az elszaporodását ez elősegíti, úgyhogy igazából főtételt nem. Egy éve működtök, mik a tapasztalataitok? A tapasztalatunk elég jó, elég sokan hoznak, és egyre többen hoznak. Igazából mondjuk a számottevő az az őszi lomb, amikor nagyon sok jön. Igazából egyetlen egy olyan hátránya van, vagy hátrány, nem is egy negatív, ennek a negatív tapasztalat, hogy az úgy van meghirdetve az egész, hogy ha valaki zsákban hoz valamit, akkor az üres zsákot, ami kivel rak, az figyel. De ez így még nem működik, kevesen visznek el, inkább egyre több zsákunk van, amivel egyszerűen még nehéz mit kezdeni. Akkor lehet ez egy következő projekt, hogy meghirdessük, hogy akinek zsákra van szüksége, az jöhet a zsákokért. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad nekünk ezeket a dolgokat. Megmutatom a... Van a közösségi komposztáló mellett egy nagyon klassz információs tábla, ezt meg fogom mutatni a nézőknek, és reméljük, hogy egyre többen kedvet kapnak a komposztáláshoz, még akkor is, hogyha saját kertjükben van, vagy az otthonukban nem szeretnék ezt megtenni. Én is remélem, és örülök, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy meghívás. Szia, szia! Szia! És ebben a videóban mutatok még egy lehetőséget arra a célra, hogy megfelelő helyen tudjuk elhelyezni a zöld hulladékainkat, az pedig a servész.com applikáció. Interneten keresztül fogom megmutatni nektek, hogy miről is van szó. Aztán pedig ellátogatunk egy olyan szintén ismerőshöz a szomszéd utcába, akik regisztráltak erre a felületre, és ennek segítségével tudnak befogadni zöld hulladékokat. Szia, Lina! Örülök, hogy itt lehetek. A servész.com-on találtalak meg téged. Kíváncsi voltam, hogy működik ez az egész, és ezért is jöttem el hozzád. Mikor, miért regisztráltál a servész.com-ra? Ez nagyon érdekes, mert azt hiszem, hogy én voltam a legelső egész Gödöllőn, aki regisztrált, legalábbis amikor regisztráltunk, nem sokkal azután, hogy ide költöztünk ebbe a házba 4,5 évvel ezelőtt, akkor én nem láttam a térképen Gödöllő környékén senki mást. Most egyébként ránéztem így kíváncsiságból, és most már egy jó néhány pöttyöt látok magunkon kívül is, aminek igen, nagyon örülök. Úgyhogy mi akkor regisztráltunk, és igazából kettő okunk is volt rá. Az egyik az, hogy én is meg a férjem is szeretünk mindenféle ilyen közösségi zöld dologban részt venni, és úgy gondoltuk, hogy ez nekünk igazából semmibe sem került, tök jó embereket lehet megismerni, akiket ez érdekelhet. A másik pedig egy
totál gyakorlati dolog volt, hogy mi ide költöztünk egy másik kertes házból, ahol mi komposztáltunk, de nyilván a komposztunk az ott maradt, és itt is kertészkedni szerettünk volna, viszont még nem volt semmink, és igazából nekünk jó is volt az, hogy az elején minél több alapanyaggal fel tudtok tölteni a komposztálót, akkor még csak ez a komposztálónk volt egyébként. Aztán most már itt teltek múltak az évek, most már annak az alján gyönyörű szép érett komposzt van, és egy idő után ez be is telt, úgyhogy le is kellett egy darabig állítanom a servészten azt, hogy én fogadjak alapanyagot, de azóta beüzemeltünk még egyet, úgyhogy most vissza tudtam kapcsolni. Mi az, amit lehet hozni? Ez látszik egyébként az applikációban, ennek az oldalnak a felületén valahol, hogy mit hozhatunk, mi az, amit nem szabad hozni, ti mit fogadtok be, hogy működik ez? Mindenki be tudja állítani a saját felületén, aki fogadóként regisztrál a servészre, hogy milyen alapanyagot szeretne fogadni. Mi ebben egyébként elég liberálisak vagyunk. Voltunk korábban a férjemmel egy komposztkurzuson itt a környéken egy biokertészetben, és ott mi azt tanultuk, meg abban is hiszünk, hogy évek alatt a déli gyümölcsnek a héján lévő esetleges szermaradvány is lebomlik, meg maga a déli gyümölcsnek a héja is lebomlik, úgyhogy azt is fogadunk, mindenféle konyhai maradékot, húst, azt nyilvánvalóan nem, tehát a növényeket. A legtöbben, akik megkeresnek, azok azért szoktak megkeresni, mert szeretnék védeni a környezetet, és szeretnének komposztálni, de vagy társasházban laknak, vagy ez az említett fiatal pár, ők a kollégiumban, és ők nagyon sokáig nem tudták elérni, hogy a kollégiumban legyen komposztáló, de aztán sikerült nekik. Igen, most már van, igen. Úgyhogy általában itt egy pár utcányira tőlünk már társasházas övezet van, és onnan szoktak leggyakrabban megkeresni, akik kis konyhájuk van, nincs kertjük. És nem szeretnék kidobálni. Oké, köszönöm szépen, hogy itt lehettünk. Köszönöm én is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és hogyha tetszett a videó, akkor nagy örömmel veszem, ha jelzitek ezt nekem egy lájkkal. A következő alkalommal pedig egy nagyon extra, különleges dolgot szeretnék nektek bemutatni, mégpedig az alomszéket, vagy ahogy többen is ismerik talán az elnevezését, a komposztvécét. Ha nem szeretnétek lemaradni erről a videóról sem, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. A harangjel bekapcsolásával pedig biztosan értesítést kaptok a következő videó megjelenéséről. Addig viszont nagyon örülnék annak, hogyha a témával kapcsolatban bármilyen hozzászólásotok, ötletetek, kérdésetek van, akkor a videó alatt hozzászólásban megírnátok nekem. Sziasztok!